Mindegy, hogy édes vagy sós, gyúrt vagy kevert tésztájú. A sütemény szó hallatán szinte mindenkinek összefut a nyál a szájában. Ezen gondolatok mentén hívták életre 3 évvel ezelőtt azt a süteménykészítő versenyt Kőbányán, melynek során évről évre keresik a desszertek legfinomabbikát. A megmérettetésre minden olyan kerületi lakcímmel rendelkező nyugdíjas pályázhatott, aki nem foglalkozik hivatásszerűen a sütéssel és elegendő kreativitást érzett magában. A finomságokat végigkóstoló zsűrinek György István is tagja volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés, mindenképpen erős közösségépítő ereje van. Nagyon sok ilyen ötletnek a megvalósulásán keresztül lehet erősíteni, akár a lokálpatriotizmust, akár egy-egy közösségnek a kohézióját. Nagyszerű gondolat, most már 3. esztendeje tartja Kőbánya ezt a süti versenyt. 19 pályamű érkezett, ezeknek a kóstolása most folyik. Vannak olyanok is, amelyek akár esztétikailag is élményt jelentenek, és nyilván az íz az igazán lényeges, de a legfontosabb az, hogy itt együtt töltenek egy programot azok, akik érintettek, és a legfontosabb, hogy érzik jól magukat. A kormány megbízotthoz hasonlóan a kerület alpolgármesterei is részt vettek a bírálásban. Közülük Pap Sándor azt nyilatkozta, a sütésütő verseny jó példája a fejlődésnek és az irányváltásnak. Az idei felhozatalban már nem csak a nagymamák régi ételleírásai, de a modern, egészségesebb receptek alapján készült édességek is megjelentek. Most már 3. éve vagyok zsűritag Huzalban, és nagy örömmel el kell mondjam, hogy szélesedik a repertoár, hagyományosabb sütik és újabb gluténmentes, cukormentes sütik, sokkal nagyobb szeletét öleljük fel a süteményeknek. Nagyon a versenyzők sokkal szélesebb látókörrel választanak süteményt és sütnek kiváló pályaműveket. Azt gondolom, hogy aki valaha próbálta a sütést, kifejezetten valami édességet sütni, azt tudja, hogy ez mennyire hihetetlenül kikapcsoló, mennyire hihetetlenül jó érzés tud lenni, amikor egy jó sikerült süteményt az ember a szerettei elé tehet. Abszolút meg tudom érteni, hogy ez a korosztály, akiknek a fejében ráadásul olyan receptek vannak és olyan tudás van, amit az esetek többségében csak csodálni tudunk mi fiatalabbak, ezt gyakorolja, és remélem, hogy át is fogja adni nekünk, hogy majd egyszer mi is ilyeneket süthessünk. Ha jól értem, azt mondja ezzel, hogy sokkal kreatívabban sütnek az idősek most már. Mi lehet ennek az oka? Nagyon biztos kézzel sütnek, az látszik, hogy a recepteknek a jó része az bevált, kipróbált, és azzal a magabiztossággal készült, ahogy csak nagymamák tudnak sütni. Az, hogy nyitottak a világra, az, hogy nyitottak az újdonságokra, ennek nem tudom megmondani, hogy mi az oka. Talán az viszont látszik belőle, hogy ez a generáció ez sokkal jobban figyelemmel kíséri a világ eseményét, és sokkal nyitottabb, mint azt sokan gondolnák, és ez a sütésükben is látszik. Melyik sütemény ízlett a legjobban alpolgármester úrnak? Hát én legalább 3 holt versenyre hoztam ki. A sütemények közül volt köztük édes és sós is, volt egy sörkifle, ami nagyon tetszett nekem. Volt az édes sütemények között több volt, de egy tihanyi visszhang nevű talán, ami gluténmentes, cukor, több minden, többféle mentes. Az is nagyon kellemes volt, egy nagyon erős mezőny volt, nehéz dolgunk volt. Gyarmati Károly a zsűri elnökei már 3. éve koordinálta a bírákat. A mesterszakács elmondta, az idősek nem csak azért sütnek glutén, cukor vagy laktózmentes finomságokat, mert egyre inkább törekszenek az egészségesebb táplálkozásra. Mindig vannak újak, mindig vannak visszatérők, és gyakorlatilag az, ami talán kicsit változott, hogy talán több a sós, meg a hagyományos, és ami egy nagyon nehéz dolog a hagyományos, viszont rettentő sok új van ma is, tehát legalább 2-3 új termék van, amely megfelel a kor mostani divatjának, tehát a glutén, cukor és egyéb érzékenységnek, illetve az, hogy például a lekvárt nem hagyományos barackból, hanem sütőtökből készítették el. Mi az, ami mindig is itt volt az asztalon? Teszem azt mondjuk egy almás, pite, vagy valami hasonló? Hát inkább a zserbó az, ami mindig megfordult, tehát ez volt, ami jött. De gyakorlatilag a prósza is megjelent, tehát a kukorica prósza is megjelent, mint régi. Ugye most már sok, gyakorlatilag egy nemzedék már nem ismeri, tehát nem tudják, hogy mi az, tehát igazán nehéz unokáknak is odaadni, mert már nem nagyon eszik meg. Ön szerint levonható egy ilyen sütőverseny révén az a konzekvencia, hogy próbálnak az időskorúak is egy kicsit egészségesebben élni? Hát, hogy egészségesebb vagy nem egészségesebb, azt nem tudom, esetleg úgy tudnám fogalmazni, hogy inkább trendi. Tehát fölveszik a divatot, mert ugye azt szeretik a unokák is, vagy a gyerekek is, vagy ezt látják, vagy ezt próbálják ki, de azért
azért mindig ott van az a hagyományos saját receptúra, amit régről hoztak magukkal, tehát most éppen a kókuszkocka volt tömkeleggel, tehát az, ami volt, de nagyon jó volt például a gyümölcskenyér is, ami úgy megjelent, ugye nem ebben az időszakban, de gyakorlatilag egy nagyon jó sütemény. Süti verseny, ugye az egyik fő témája a mai napnak, harmadik alkalommal kerül megrendezésre, egyre jobban formálódik, alakul, mint minden hagyomány, ami ugye megteremtődik, az ahhoz, hogy végül a maga rendjében kiteljesedjen, ahhoz persze idő is kell akár, úgyhogy ez az egyik fő produkció. 19-en adtak be mesterművet, illetőleg pályázatot. Abban a szerencsében volt részem, hogy mielőtt bejöttem a terembe, a mestercukrász úrral és a többi bírálóval, alpolgármester urakkal, én is megtekinthettem ezeket az étel, illetve sütemény költeményeket. Reméljük, hogy módja lesz másnak is ezt megkóstolni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés az önkormányzat részéről. Sok ilyen apróságból áll össze az, hogy valódi közösségnek érezhessük magunkat. Annyi komoly dolog van az életben körülöttünk, amelyek elragadnak bennünket, és a hétköznapok pörgő ritmusában egy csomó mindenről esetleg meg is feledkezünk. Amikor az ember nyugdíjas lesz, én csak hallottam, nem sokára persze, néhány esztendő múlva már én is ebbe a korba fogok kerülni, bármilyen hihetetlen is, de ez így van. Amikor nyugdíjas lesz, vagy készül rá, akkor mindig mondják neki az ismerősei, hogy hát ha nyugdíjas leszel, akkor végre tudsz egy kicsit pihenni, lesz egy csomó időd, és én a nagyszüleimtől és a szüleimtől tudom, akik már sajnos nincsenek köztünk, hogy mindig elmondták, hogy na, akkor van az embernek a legkevesebb ideje, mert annyi minden teendője van, akár a család, unokák, vagy a család ellátása, a környezet kiszolgálása, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy önök elfoglalják magukat, és boldog öröm az talán, reméljük nem munka, van akinek ez, van akinek az, amikor a sütemény készítésbe kezdhetnek. Én emlékszem rá, hogy amikor kisgyermek voltam, nagymamám csodálatos süteményeket sütött, nagyon szerettem ezeket, és aztán igyekeztem én is bekapcsolódni ebbe a folyamatba, mert süteményt soha nem tudtam sütni, de amikor az eper és a málna megérett, akkor mindig leszettem egy jó adagot, beraktam a turmixgépbe, raktam hozzá cukrot, egy kis tojást, és nagyon finom habokat készítettem a piskótákhoz. Ennyiben én is hozzájárultam a családi süteményekhez, hogy ezeknek az íze úgy benne van az embernek az emlékei között. Amitől tetszik tulajdonképpen ez a verseny, hogy egyrészt már hagyománya van, másrészt pedig mind a régi hagyományos ízekkel, nagymama süteménnyel, mind pedig az újításokkal, különböző egészségügyi szokásoknak megfelelve készítették, és mind megjelenési formában, mind pedig ízben, kinézetben nagyon szép termékeket kaptunk. Úgyhogy nem szoktam, nem mondom azt, hogy nem voltunk könnyű helyzet, de meg kell oldani a feladatot, a zsűri mindig az és zsűri, ha elvállalja, akkor a nehézségeket is meg kell oldja. Én mindenkinek gratulálok, és remélem, hogy jövőre is legalább ennyien lesznek. Az idei verseny egyik újítása volt, hogy kitalált névvel ellátott tálcákon kellett a süteményeket felszolgálni, nehogy a zsűri elfogultan döntsön az esetleg ismerős nevek láttán. Így tehát ténylegesen az döntött, hogy melyik étek volt a legszebb, legfinomabb, és hogy miből maradt a legkevesebb az ítészek asztalán. Őrmös Lászlóné Gabriella talán maga sem gondolta volna, hogy pont az ő sörkiflije fogy el mindegy szálig, és ezzel ő nyeri meg az idei versenyt. Én ebbe mindig szoktam finom kis füstölt kolbászt tenni. Akkor az igazi, hogyha ez házi kolbász. Most olyat nem sikerült, úgyhogy most csabai kolbász van benne. Na akkor ezek után el kell nekem árulni a pontos receptet, ha tudja fejből. Igen, ez úgy néz ki, hogy fél kiló liszthez felfuttatott élesztőt az ember ezt fél liternyi, vagy fél decinyi tejbe, pici cukorral, és akkor mikor ez elkezd habzani, akkor a langyos tejjel és egy deci joghurttal elkészítem a tésztát belőle. A sót belerakom, és utána jól ki kell dolgozni, olyan, mint a rétes tészta, körülbelül olyan keménységű, és amikor jól ki van dolgozva, akkor utána négy felé kell szedni, és ilyen kis gombócokat csinálni belőle. Utána ki kell nyújtani kerekre, és nyolc felé föl kell vágni. És aztán úgy szoktam csinálni, hogy a szélesebb végébe oda rakom a kolbászt, és szépen föltekerem. Mitől lesz ilyen szép piros? Hát megkenem a tetejét tojással, és megsütöm. És a tojásos kenés után megszórom szezámmaggal. Mit szól ahhoz, hogy ön lett az első? Örülök neki.
Szoktam édeset is sütni, sósat is, de sósat szoktam leginkább, mert a családom azt szereti, a lányom is, meg a férjem is. Férjem nem is eszik édeset abszolút, és hát ezt mindenki szereti. Ezek a receptek egyébként mind benne van a fejében? Hát a legtöbb, amit csinálok, igen. De hát van azon kívül rengeteg receptgyűjteményem, egy egész polcnyi szakácskönyvem, és hát az internetről most már elég sokat leszedek ahhoz, hogy azokat is, ha kipróbáltam, és megjár, vagy beválik, akkor szoktam csinálni többször. Árulj el nekem azért mégis, hogy mi a pontos neve ennek a süteménynek, és miért pont ezzel jött el? Ez egyébként egy sörkifli, és tulajdonképpen ezt én egy portugál utazó műsort láttam, és valakit ott csináltak ottani kolbásszal, és mondtam, hogy ki, hát ezt én is meg tudom csinálni. És azért így sikerült. A verseny után farsangi mulatságot tartottak, amely még hosszú-hosszú órákon át tartott a Köszi színház termében. Nem biztos, hogy ez a kijelentés teljes egészében fedi a valóságot, hiszen az a bizonyos pillanat csupán az exponálás pillanatát jelenti, de a gomb megnyomásának pillanatát is napok, hónapok, vagy egy egész élet tapasztalatai és élményei, tudása, világlátása is befolyásolhatják. A fotós mindenhol jelen van, ott, abban a pillanatban, amit lefényképez, de megnyilvánulhat akként is, hogy mi az, amit nem fényképez le. A fotó innen nézve nem is a pillanat, hanem sokkal inkább a gondolkodás művészete. György István nyitotta meg a Kőbányai Könyvtárban Gerzson Sarolta Világ elmegyek című fotókiállítását. A pillanat az egy élmény, az egy érintés, egy érzelem, egy hatás, amit az ember, ha nyitott szemmel, lélekkel, szívvel néz maga körül szét, akkor ezeknek a pillanatoknak a részesei. Amikor nálam van a fényképezőgép, akkor ez még el is lopom ezt a pillanatot, és megpróbálom belopni a saját világomba. Nem biztos, hogy mindenki ugyanazt a pillanatot fogja a kép alapján élni, mint amit én akkor, mert ezek között, mögött, a képek mögött mindig van egy történet, egy hely, egy érzelem, egy lelki állapot, hogy nagyképűen mondjam, egy ihletett állapot, és ebből valamit a kép megörökít. Ahányszor ránézek ezekre a képekre, mindig felidéződik bennem az a szépség, vagy az az élmény, vagy az a keserűség, vagy az a bánat, vagy az az öröm, az a derű, vagy az a hatás, ami akkor ért. Tehát így a kép számomra inkább egy eszköze annak, hogy újra meg újra meg tudjam ragadni magamba, és meg tudjam tartani ezeket a pillanatokat. És tovább is lehessen adni. A mostani kiállítás milyen pillanatok összességét mutatja be? Mi volt a válogatásnak a szempontja? Én az művészet minden ágát nagyon szeretem. Akár a képi világot, akár az irodalom, vagy a zene művészet. Most, hogy mivel ez egy könyvtár, egy kincstár, én azt gondolom, hogy itt a legjobb helye van azoknak a képeknek, amik gondolatokat tükröznek. Úgyhogy nálam például a víz az egy nagyon meghatározó gondolat, vagy egy nagyon meghatározó elem, amit nem a maga megfoghatóságába, vagy tárgyasságába szemlélek sohasem, hanem inkább a földtől való emelkedésnek a szintje. Ugye már magzatkorunkban is a vízben élünk, és a víz az mindig felold, mindig tisztít, mindig varázsol, mindig új és új arcát mutatja, de a legfontosabb, hogy elemel engem egy olyan világba, ahol én igazán jól érzem magam. És mi is a mai kiállításnak a címe? Azt a címet adtam, hogy Világgá megyek, és ezen biztos, hogy sokan csodálkoznak esetleg ennek a kicsit furcsa értelmezését, mert akkor szoktunk világgá menni, amikor valami bajunk van.
Én pedig úgy gondolom, hogy az a világ, ahova én megyek, vagy ahova nagyon sokan megyünk, az egy befelé vezető út. És nincs más út, mint befelé. Ha az embernek van egy jól megőrzött, tiszta, harmonikus és értékes belső világa, akkor azt hiszem, hogy jó helyen van. És nyilván ez egy komplex kérdés, és talán pont a művészetnek a lényegét is érintjük vele, de hogy a belső világot hogyan lehet igazán jól külsővé tenni, hogy egy külső szemlélőnél is valami olyan folyamatot beindítson, amitől elindul az, amit úgy nevezünk talán, hogy művészet. Azt hiszem, hogy baj lenne, ha én arra, tehát ha én arra törekednék, hogy mindenki érezze meg a képem láttán ezt a csodát. Nem. Ezek az én revelációim. De ha valaki esetleg eláldogál a képek előtt, és mondjuk benne föltámad valamilyen érzés, vagy valami emlék, vagy megfogja őt valami a képen, a színek, vagy a formák, vagy egyáltalán csak elmerül benne, azt gondolom, hogy az akkor ez jó kép. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi silány regéket, miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi derestél és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jó, 50 éve. Szívem visszadöbben, halottaim is itt-ott, egyre többen. Jaj, 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy a könnyen morzsolom szét. Szóval bevallom néked. Megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Hadd köszöntsem önöket, minnyájukat, akik itt vannak ennek a kiállításnak a megnyitóján sok szeretettel. Képviselőasszonyt és képviselőurakat, külön tisztelettel és szeretettel valamennyiüket, Ildikó asszonyt, Krisztina asszonyt, főigazgató urat is, hogy megtisztelt bennünket, és hát természetesen meleg szeretettel, tisztelettel Gerzson Saroltát, akinek a kiállítás megnyitóján itt lehetünk most együtt. Engem tulajdonképpen nem igazán predesztinál semmi, hogy itt állhassak a mikrofon előtt, mert sem a művészeti vénám nem olyan, sem a fotózás rejtelmeiben nem mélyedtem el. Talán az a 33 éves barátság, ismerettség, kollégaként való, hát több mint 3 évtizednek az együtt eltöltése, és talán még egyszer kiemelve az a barátság, ami egymáshoz fűz bennünket, annak alapján ért az a megtiszteltetés, hogy Sarolta fölkért, hogy mondjak néhány szót itt a kiállítás megnyitóján. Az ember a kollégáival együtt dolgozik, és a hétköznapok rohannak egymás után, és nagyon kevésszer van olyan kegyelmi pillanat, amikor meg tudunk állni néhány percre, és egy kicsit a másik embernek a lelkébe is bepillantást nyerhetünk. Néhány olyan dolgot megismerhetünk egymásról, amiket egyébként a munka mellett nyilvánvalóan nagyon nehéz. Ugye 33 év nagyon hosszú idő, néhány ilyen pillanat azért volt a mi életünkben, és amit itt a fotókon látunk, az tulajdonképpen nem más, mint Sarolta belsője. Ugye nem más, mint az a művészet, ami benne lakozik. Ugye Picasso-t megkérdezték egyszer, hogy mit mondana akkor, hogyha megkérdezik tőle, hogy mi is a művészet. Az volt a válasza, hogy azt válaszolnám, hogyha tudnám, sem mondanám meg. Ugye nagyon sok relativizmus van ebben, természetesen azért exakt kategóriák vannak, de ahhoz, hogy valakinek a belsőjében mi lakozik, hogyan tükröződik ez különböző alkotásokban, tárgyakban, az nyilvánvalóan üzen őróla is. Szepesi Dóra, aki újságíró, író és publicista, következőt írta egy helyen. Az írói lét egy folyamat, amit maga az író sem tud mindig irányítani, esetenként maga is meglepődik. Én gondolom, hogy a fotógéppel a kezében Saci is jár így, hiszen
nem feltétlenül a tudatosság vezérli, amikor a fényképezőgéppel a kezébe járja a körülötte lévő területeket, a kerületet, vagy máshol jár az országban, bárhol, akár határon kívül. Van egy ihlet, egy pillanat, amikor elkattintja a fényképezőgépet, és ezek jönnek ki fotóként, amiket itt látunk. A művészetről, ugye néhány gondolatot mondtam az előbb, pontosan, hogy a külvilág mit értékel ebből, az mindig ugye az adott közönségtől függ. Vajon a festő festményét értékelik-e, vagy a dühös festőnek a rongyát, amit bedob középre, arra kezdenek el licitálni, az mindig a fogadókon múlik, és esetleg később válik igazi értékké valaki más, egy másik közönség előtt. Ez egy nagy relatív történet. Az, hogy mi lakozik a Saci lelkében, azt igazán csak ő tudja. Egy dolgot tudhatunk biztosan, hogy ő génjeiben hordozza a családjából azt az adottságot, amit nagyon sokan nem kaptunk meg, ő benne viszont benne van. Közhelyként szokták mondani, hogy a képek vagy a fotók önmagukért beszélnek, de én azt gondolom, hogy itt minden közhelyen felül is igazak ezek a mondatok, hiszen ha rápillantunk egy-egy képre, akár egy impressionista világ tárul elénk, vagy akár egy hangulat, egy színvilág, egy mozdulat, egy mozzanat, vagy akár egy padnak a háttámlája, egy festett padnak a háttámlája, ezek mind-mind megragadott pillanatok az ő részéről. Azt mondja Lippich Elek, aki szintén író volt, hogy a művészetet nem tudja élvezni az, ki csak azt látja rajta, amit a művész kifejezett, és nem érzi, hogy mit hallgatott el. Úgy gondolom, hogy így vagyunk ezzel, mi is megállunk egy-egy kép előtt, nyilván látjuk, ami elénk tárul, de hogy emögött esetleg mi fogalmazódik meg, vagy a pillanat, ami megragadta Saroltát, amikor elkattintotta a fényképezőgépet, az csak ő tudja pontosan, hogy éppen az mi volt. Ha ez tudatos volt, persze, de a végeredményét láthatjuk, és azt gondolom, hogy egy nagyon szép fotókiállításon vehetünk most részt annak a megnyitóján. Még egy Picasso idézetet hadd mondjak. Egy helyen ezt mondta, írta, tanuld meg a szabályokat, mint egy profi, hogy aztán úgy szegd meg őket, mint egy művész. Én ezt kívánom a Sacinak, hogy legyen bátorsága, ahogy van is, a jövőben is, megragadni a pillanatot, ha kell, akkor ne tiszteljen semmilyen szabályt, ami akár a fotoművészetben létezik, hiszen lehet később az válik majd igazán érdekessé, amit az ember ilyen pillanatokban megragad. Szeretnék gratulálni neki, hiszen ez egy nagyszerű pillanat, nagyszerű perceket élhetünk itt át a fotókiállítás megnyitóján, illetőleg mindenki, aki eljön el a kiállításra és megtekinti ezeket a képeket. Kívánok szép élményeket, és szívből gratulálok, Saci, folytass tovább, mert érdemes. Nagyon-nagyon szépé tettétek ezt a délutánt, hogy megtiszteltetek ennyien, és eljöttetek, és itt csupa barátot, ismerőst látok, akik valamit azért tudnak már rólam, meg esetleg látták is már a képeimet, és mégis érdeklődve és kíváncsisággal eljöttetek, és nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a könyvtárnak, hogy ő bennük támad föl az ötlet Ildikó keresztül, Krisztina, aki felkért arra, hogy készüljön itt egy kiállítás, de ami ennél több, hogy olyan gonddal és szívvel, lélekkel és a szívén viselve az egész ügyet, ápolgatva, gondozva ezt az egészet segített abban, hogy tényleg ilyen szépen létre is jöhessen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Krisztina. A könyvtárat én mindig kincstárnak tekintem, és ő egy igazi kincs ebben a könyvtárban, mert nem csak dolgozik benne, hanem él benne, és amit teremt, az is él a könyvtárban. Úgyhogy nagyon hálás vagyok. Nagyon köszönöm azoknak, akik utitársaim voltak egy-egy alkalommal ezeken a kirándulásokon. Itt is vannak olyan barátok, akik, vagy épp a gyerekeim, akik úton, útfélen, ahogy jártuk az országot, vagy kirándulgattunk, velem voltak, és tapasztaltak valamit ebből. Nagyon sokszor én egyedül vagyok, az is nagyon jó, akkor nagyon el tud merülni az ember. Úgyhogy
Másik, amit esetleg még megemlítenék, kérdezte Krisztina, mi legyen a kiállítás címe, és akkor rögtön rávágtam, hogy világgá megyek. És ezt sokan esetleg úgy értelmezik, hogy hát ez valami probléma. Az ember akkor megy világgá, ha baja van. Én nem. Én nagyon szeretek világgá menni. Ez a világ, ez belül van. Az az igazi világ, ami belül van. És ott érzem magam jól, és ott érzem magam biztonságban, és akkor tudom a külvilágot egy kicsit másképpen nézni, ha van egy belső fényképezőgép. És ha nálam van éppen a fényképezőgépem, akkor oda nyúlok, és le is fényképezem ezeket a pillanatokat, el is lopom ezeket a pillanatokat, és beépítem. Sokszor a szememmel fényképezek, amikor éppen nincs nálam a gép, akkor sokkal élesebben megfigyelem, és elraktározom, és ezek a pillanatok, ezek nem szállnak el soha, hanem élnek tovább az emberben. Úgyhogy a fényképezőgép egy eszköz, és akkor a kép képpé tudom tenni. Engedjék meg, hogy a könyvtár nevében megköszönjem ezt a nagyon szép, izgalmas kiállítást, és azt gondolom, hogy miután a könyvtárnak nagy tradíciója és hagyománya van, hogy szép, izgalmas, gondolatindó és érzelmeket kiváltó tárlatokat rendez, ez a kiállítás ezeket a korábbi tárlatokat megerősíti, és egyben egy új lehetőséget is nyújt. Mindig azt szokták mondani, hogy egy művész mindig, ha kiállításra szánja el magát, akkor pőrére vetkőzik. Miért is? Hiszen most van egy ünnepi pillanat, amikor perceken belül mindenki Gerzsa Saroltának fog gratulálni, nagyon helyesen, köszönti őt. Igen, de holnap már csak a képek maradnak a falon, ő nem lesz itt, és ott jön a nagy találkozás a kép és a közönség között. Azt gondolom, hogy ebben a könyvtár mindig missziót vállalt, és nagyon jól tette a dolgát. Ingyenes előadások keretében nyerhetnek betekintést az érdeklődők a hadtudományok rejtelmeibe Kőbányán. A hadtudomány mindenkinek a Magyar Hadtudományi Társaság ismeretterjesztő előadás sorozata, melyet immár másodjára hívtak életre a kerületben. Az idei első alkalmon a monarchia gyakorló tereit mutatták be az első világháború idejét górcső alá véve. Az előadást dr. Kovács Vilmos ezredes tartotta. Az ismeretterjesztő sorozatról annak szervezőjével, Kocsis Lászlóval, a Magyar Hadtudományi Társaság tagjával beszélgettünk. A Magyar Hadtudományi Társaság az elmúlt évben és azt megelőző évben már részt vett a kőbányai rendvédelmi napok rendezvényén, ott mutatkozott be, és az volt a tapasztalatunk, hogy a kőbányai lakosok, akik leglátogatták a rendezvényt, érdekelte, hogy mivel foglalkozik a Hadtudományi Társaság. Ezután a polgármesterről és a Hadtudományi Társaság elnökével, Tömböl László nyugalmány vezérezredes úrral leültünk, és megbeszéltük, hogy a Hadtudományi Társaság úgy is szeretné megmutatni, hogy mivel foglalkozik, és miután van érdeklődés, örömmel tesszük ezt. Polgármester úr felkérte a Hadtudományi Társaságot, szervezzünk előadás sorozatot, ők a helyet és a technikai lehetőségeket biztosítják. Az első előadáson egy érdekes, Kőbányához kapcsolódó információval is várták a résztvevőket. A most Őrsvezértérnek ismert terület, és az attól keletre lévő rész, valamikor Rákos mezeje volt, és ott nem csak országgyűléseket folytattak, hanem 1848-49-ben például a magyar tüzérség ott alakult meg. Batthyány miniszterelnök is meglátogatta a megalakuló új tüzérséget. Azon kívül 1909-ben itt indult meg a magyar repülőgépes repülés. Itt a műhelyek sokassága volt is, itt kezdtek először repülni, de a monarchia idején egy lovassági, majd később tüzérségi gyakorlótér volt, és amikor 1880-as években megalakult a Magyar Királyi Honvédség, akkor a budapesti alakulatoknak úgy szintén gyakorlótere volt.
A hadtudományi előadások ingyenesen látogathatók két hetente szerdánként 17 órakor a Kőrösiben. Közös reggelivel, valamint lelket és testet is melengető kocintással vette kezdetét a kőbányai csősztoronyban az a kolbásztöltő verseny, melynek megrendezését a kerületi önkormányzat kezdeményezte. A nem titkoltan hagyományteremtő céllal életre hívott eseményen 4 csapat mérte össze tudását. A versengést különböző receptek, taktikák és titkok tették izgalmassá. A főszervező Györfi László a Kőrösi ügyvezetője volt, aki elárulta, Kőbánya életében nagyon fontos szerepet játszott egykoron a disznóvágás művészete. Az ötletet az adta, hogy azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt a szüreti játszóház, ehhez kapcsolódó néptáncfesztivál itt Kőbányán a Csősztoronynál, és akkor az még úgy logikusnak is tűnt, hogy hát a Csősztorony, régen Kőbányán ugye szőlőt termesztettek, össze lehet a kettőt kapcsolni, és akkor gondolkodtunk, hogy milyen más, ehhez hasonló rendezvényt tudnánk a Csősztoronynál szervezni, és akkor azt mondtuk, hogy hát télen disznóvágás. Persze felmerül a kérdés, hogy hogy kerül a disznó a, nem az asztal, hanem a Csősztoronyhoz vagy Kőbányához, és hát ennek is megvan a magyarázata, és a mai rendezvényhez kapcsolódóan lesz is majd egy helytörténeti előadás, ahol ki fog derülni, hogy igenis van szoros kapcsolat a sertés tenyésztés és kereskedelem és Kőbánya között. Be tudna egy picit minket vezetni ennek a rejtelmeibe? Igen. Be tudjuk, mert ugye abból induljunk ki, hogy milyen utcanevek és terek vannak Kőbányán. Mázsatér, Szállás utca, ami erre már utal. Tehát annak idején a sertéskedelem központja volt Kőbánya, és a mázsatér elnevezés is innen van, itt ugye mázsálták a sertéseket, és ehhez a történetre, építettük föl ezt a mai napot, hogy akkor csináljunk egy disznóvágást hagyományosan, és emellében kirdessünk meg egy kolbásztöltő versenyt. Hány csapat vesz részt? Most 4 csapat vesz részt, próbaképpen ugye meghívásos volt ez a verseny, és itt a húst adjuk a versenyhez, de mindenki a szellemi termékét, ugye a hozzáadott értékét pedig hozza, és kíváncsian várjuk majd, hogy hogyan fog sikerülni a kolbász. Mit tudhatunk az alapanyagról? Ő már félbe volt vágva, amikor mi megérkeztünk. Ki az az ember ott, aki éppen foglalkozik vele, és hány adag, mekkora adag lesz az a hús, amit megkap egy csapat? Természetesen maga a disznóvágás az nem itt történt, mi ezt, ahogy ez kell, a vágóhídról megvásároltunk egy sertést, ami kivelezve, elfelezve érkezett ide ma reggel, és ezt osztjuk el 4 felé egy szakember segítségével, egy böllér az, aki ezt földarabolja, és szakszerűen szétosztja a 4 csapat között. Egy nagy része ugye kolbász lesz, és értelemszerűen vannak bizonyos részekben, amiből orjaleves, illetve toroskáposzta készül. Kőbányán minden olyan rendezvényre szükség van, ami közösséget épít, mondta Kovács Róbert. A polgármester emellett arra is kitért, hogy azért nem áll messze tőle a fűszerezés és a kolbásztöltés, mert a múltjában sűrűn visított a malac télvíz idején. Most piciben kezdjük. Egyébként nagy hagyománya van Kőbányán a disznónak, a sertésnek. A kereskedelem révén ugye ennek a történetét ismerjük. Nem véletlenül születtek olyan nevek, mint Hízlalótér például. Szeretnénk ezt föléleszteni, és most először egy kicsit zárt körben az önkormányzatot tartó cégek, a polgármesteri hivatal önkormányzat munkatársaival szerveztünk egy kis disznótort, de ez nyitott, természetesen hirdettük mindenki számára. Remélem, hogy majd sokan ellátogatnak ide, azért az első alkalom annak ellenére, hiszen itt helytörténeti előadásra is sor fog kerülni, disznótoros étkek kóstolására, az orjaleves, a toroskáposzta meg fog jelenni. Tehát közösségépítés. Azt gondolom, hogy ez az alap, ez a cél, ez az üzenet. Polgármester úrék csapatának a neve Kolbix. Miért?
hagyományos név, rendre indulunk a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon. Azt is lehet mondani, hogy törzsasztalunk van már ott. Két csapat is Kőbányáról, két csapat is el szokott indulni. Hagyományos bevett név, ide is ezt hoztuk. Bízom benne, hogy az általunk készített kolbász ugyanilyen sikeres lesz, legalább magunk között, mint amit Csabán szoktunk készíteni. Az önök csapatában ki hogyan veszi ki a részét a munkából? Például önnek mi lesz a dolga? Interjúnk előtt hallottam ott a fokhagymákról való elemzését. Ennyire ért ehhez a dologhoz? A földi jássági származású ember vagyok. Hagyomány volt nálunk a disznótor. Egy télen legalább kétszer, hanem háromszor bizony-bizony hajnalban sivított a malac, és ott megtanultuk a hagyományos recepteket. Ezt hozzuk most ide is, a földi receptet. Megvannak a kellő arányok, és nem mindegy, hogy magyar vagy kínai fokhagymával készítjük a kolbászunkat. Természetesen készültünk. Bízom benne, hogy sikeres, jó, finom kolbászt fogunk tölteni. A kérdés már csak az, hogy ki fogja megkóstolni a kolbászokat? Ki az, aki dönteni fog arról, hogy melyik lett a legjobb? Hát ebben bizonytalan vagyok, megmondom őszintén, nem is ez a lényeg, hanem hogy közösen itt együtt, hajnalban kelve, mindenki külön készül, egy-két finomsággal, nyilván egy kis pálinkával, és minden egyébbel, ami egy hagyományos magyar disznótorhoz hozzátartozik. Tehát nem az a lényeg, hogy nem mindegy, persze hozzáteszem, hiszen sütünk, füstöljük, tehát nem mindegy, de igazából nem a verseny ebben a lényeg, hanem az együttlét. Garamszegi László a Kőkert csapatának vezetője arról beszélt, hogy szerinte mitől lesz jó egy kolbász. Megpróbálunk egy olyan kolbászt összehozni, amit remélem, hogy mi nyerjük meg. Hozzá kell tennem, hogy nagyon kevés időnk volt a felkészülésre, mert ugye a munkánk az annyira adott, hogy igazából az utolsó percek voltak, amikor így gyorsan összehoztuk a csapatot, de azért igyekszünk méltón úgy olyan kolbászt készíteni, hogy ne legyen semmiféle szégyen. Mitől lesz jó a kolbász? Hát tulajdonképpen a kolbásznak a lényege, hogy ki hogy szereti. Van, aki szereti a csípőset, van, aki szereti a enyhén csípőset. A fűszeren múlik az egész. A fűszeren, illetve azon múlik, hogy milyen finomra daráljuk magát a húst. Aztán az ízlés szerint ki, hogy mit tesz bele, hogy tesz bele. Nekünk van egy receptünk, illetve van egy titkos fegyverünk, amit nem mondunk el, mert szeretnénk ezzel megnyerni ezt a kolbász versenyt. Van egy alapreceptünk, amit 10 kg húshoz van kiszámolva, egyelőre avval készülünk, és utána még majd kóstolgatunk és ízesítünk. De mi minden kell ehhez a recepthez? Elárulja el nekem. Hát titkos piros paprika, bors, kömény, őrölt kömény, só, fokhagyma, egyelőre ennyi. Beszéljünk még arról, hogy mitől válik igazán hangulatossá egy disznóvágás. Számunkra, hát az az igazság, hogy én még nem voltam. Soha? Még soha. Tehát nekem azért is nagyon kellemes ez az élmény, mert először vagyok ilyenen, és megtapasztalhatom, hogy mennyire jó dolog ez. Először fogok kolbászt tölteni, a kollégáimnak azért nagyobb gyakorlata van ebben, de a hangulata az azt hiszem, hogy látszik, mindenki készül valamivel, mindenkinek megvan a feladata a csapatban, ki mit fog csinálni, úgyhogy... Hogyan lehet előkészülni egyébként egy ilyen versenyre? Úgy készültünk fel, hogy megkaptuk ugye a programban, hogy mit biztosítanak előre a húst, és utána pedig úgy készültünk, hogy bevásároltuk a fűszereket, tulajdonképpen. Meg hát felosztották, hogy ki mit csinál. Hányan vannak a csapatban, és ki mit csinál? Mi a dolga például önnek?
öten vagyunk a csapatban, a két fiú fogja darálni a húst, mi hárman fogjuk vágni, egyelőre először nagyobbakra, aztán kisebbekre, hogy könnyebb legyen darálni, és a végén pedig keverni, ízesíteni a fiúk fognak, kóstolni mi fogunk, úgyhogy gyakorlatilag a felállás ez, hogy a fiúk vágnak, fiúk darálnak, lányok vágnak, és ízesítünk együtt. A verseny negyedik helyezettje a Kőkert csapata, harmadik a vagyonkezelő csapata, második a Kőrösi csapata lett. Különleges receptjüknek köszönhetően első helyen pedig a polgármesteri hivatal versenyzői végeztek. Kőbányán hirdették ki a negyedik ipari forradalom az ipar 4.0 mintagyárait. Egyikük a kerületben működő Continental volt a helyszín. A multinacionális cég világközpontja Németországban, Hannoverben van. A nemzetgazdasági miniszter Varga Mihály jelentette be annak az öt cégnek a nevét, amelyek pályázaton elnyerték a lehetőséget, hogy másoknak, jobbára kis és közepes vállalkozásoknak mutassák be saját, 21. századi jövőben mutató robotokat is alkalmazó gyártási, üzleti folyamataikat. Az információ technológia forradalmi lendülete az utóbbi években magával ragadta az ipari termelést is. Az új és egyre újabb rendszerbe fűzött eszközök új dimenziókat nyitnak meg az alkotó emberi képzelet számára. A szakemberek ipar 4.0 néven beszélnek mindarról, ami az információ technológia és az automatizálás ötvözetével keletkezik. A nemzetgazdasági miniszter Varga Mihály köszöntötte a pályázat nyerteseit, köztük a Kőbányán is üzemet működtető céget. A mai bejelentésnek a lényege, hogy lezárult az a nyílt közbeszerzési eljárás, amelyben kiválasztottuk azokat a cégeket, amelyek az ipar 4.0-nak az elemeit már alkalmazzák, technológiáját, üzleti megoldásait, és ezeket az ismereteket készek megosztani a magyar kis- és középvállalkozói szektorral. A mintagyárak projektben az ipar 4.0 mintagyárak részvételével és az ipar 4.0 technológiai központ létrehozásával lehetővé tesszük, hogy a feldolgozó iparban működő kis- és középvállalkozásaink valós működési környezetben ismerhessék meg a fejlett ipar 4.0 technológiai megoldásokat. A most elinduló folyamatban 5 cég került kiválasztásra, a Festo, AMKFT, Roto LZ-Certa, Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft., az Eltek Holding Kft., a Continental Automotive Hungary Kft. És a Maher Zrt. Azért írtuk ki ezt a pályázatot, mert ezzel is lehetővé szeretnénk tenni, hogy a magyar kis- és középvállalkozók megismerjék, megismerhessék és bekapcsolódhassanak abba a folyamatba, ami a következő években teljes egészében át fogja formálni nem csak Európa ipari és céges kultúráját, hanem meggyőződésem, hogy a világét is. Az ipar 4.0 mintagyárak lesznek azok a helyszínek, ahol a kis- és középvállalkozók működés közben tekinthetik meg a technológiai megoldásokat, abból a célból, hogy ezeket később a saját termelési, gyártási technológiáikba tudják integrálni. Tehát az a cél, hogy ne önálló szigetekként működjenek ezek a cégek, ez a öt cég sem, meg ezen túl azok, akik ilyen technológiát már használnak, hanem lehetőség szerint szervesen be tudjanak épülni a magyar gazdaság egészébe. Nem úgy, hogy őket húzzuk vissza, hanem lehetőség szerint úgy, hogy a kis- és középvállalkozókat próbáljuk meg ez felzárkóztatni. Szakértők bevonásával nyílik erre lehetőség, digitalizációhoz, automatizációhoz kapcsolódó elméleti ismeretek megszerzésére is, tehát nem csak arról van szó, hogy egy gépet, egy berendezést, egy technológiai sort ismerhet meg valaki, hanem kap ahhoz is segítséget, hogy ezt ő hogyan tudja a saját maga gyártási technológiai rendszerébe beépíteni. Tehát a program célja röviden fogalmazva a szemléletformálás, a demonstráció, a fejlesztés és a minősítés. Azt se felejtsük el, hogy a minősítések világában élünk. Amikor mondjuk egy benzinkút mosdójában megyünk be, akkor is már azt látjuk, hogy mikor éppen ki ellenőrizte és ki hagyta jóvá a helyiségnek a tisztaságát vagy a működését.
ez most már olyan széles körű, hogy alapvető eleme egy cég működésének. Nagyon bízom benne, hogy a minősítési kultúrában is tudunk előre lépni, és egyre több hazai vállalkozás számára lesz az egy kötelező gyakorlat, egy kötelező feladat, hogy a minősítésekben is előre lépjen, ezeket megszerezze, ezeknek eleget tegyen. Tehát, hölgyeim és uraim, térítésmentesen szerezhetnek ipar 4.0 minősítést ezek a bekapcsolódó cégek. A vállalatra szabott fejlesztési tervet tudnak kapni, és az ipar 4.0 minta alkalmazásokat ismerhetik meg. A program ezzel a mai ünnepélyes bejelentéssel indul. Első körben 2,3 milliárd forintot hagytunk jóvára a programra, tehát szeretnénk ösztönözni is, hogy ebbe minél többen bekapcsolódjanak. Bízom abban, hogy nem csak az anyagi ösztönzés lesz majd itt segítség, hanem az a kulturális, hogy mondjam, szellemi, gondolkodásbeli ösztönző is, amit mindenki a sajtón, a médián keresztül naponta ismerhet meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Számos a világ élvonalába tartozó magyar és külföldi vállalat működik Magyarországon, amelyek folyamatosan bővítik a termelésüket és egyre inkább az ezt megalapozó kutatásfejlesztési tevékenységüket is. Ezzel gyakorolnak pozitív hatást a magyar gazdaság egészére. Ugyanakkor az általuk képviselt technológiai, technikai, minőségi, hatékonysági húzóerő, hogy milyen mértékben tud érvényesülni a gazdaság egészében, az attól függ, hogy milyen partnereket tudnak maguk számára találni. Tehát arról van szó, hogy hány magyar vállalkozás lesz képes arra, hogy az ipar 4.0-ba bekapcsolódjon. Ezt kívánjuk elérni ezzel ennek a programnak a megnyitásával. Eleget tudjanak tenni a nagyvállalatok, a nagy cégek technológiai és teljesítmény követelményeinek. Nem a célkitűzés megerősítése a cél, hanem alapvetően az, hogy az eszköztárat tudjuk bővíteni. A magyar kormánynak van egy elfogadott iparfejlesztési programja, Irinyi terv nevet viseli. Ebben eddig is célul tűztük ki ezt, de szeretnénk bővíteni azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a hazai vállalkozások külső finanszírozási forrásokhoz könnyebben tudjanak hozzáférni, a vállalati környezetbe könnyebben tudjanak fejleszteni, és kiemelt célnak tekintsék ők is az IPAR 4.0 program megvalósítását. Ennek érdekében adócsökkentéseket is elindítottunk, tehát nem csak arról van szó, hogy egy vágyálomként, vagy egy jó tanácsként szeretnénk erre ösztönözni a célket, hanem ennek a programnak az anyagi finanszírozásával is, és adócsökkentésekkel is támogatjuk ezt. Az uniós és hazai forrásokban nyitottunk olyan kereteket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ebbe bekapcsolódjanak, és ebből kapjanak szintén segítséget. A beszállítói programokat tovább fogjuk ösztönözni. Ugye ez a program elindult, és egyre több nagy vállalat, multinacionális cég kapcsolódik be ebbe. És végül, de nem utolsó sorban a szakképzés fejlesztését hadd említsem meg, hiszen bár egy ilyen gyárban végig sétálva az ember, hogy mondjam, majdnem, hogy véletlenszerűen találkozik csak élő munkaerővel, de azért ez a munkaerő még ott kell, hogy legyen a gépek mellett, és ott kell, hogy legyen a gyártási folyamatok különböző periódusaiban. Tehát szükség van azokra a magasan képzett szakemberekre, akik képesek különböző technológiai gyártási folyamatokba eltérő helyszínen bekapcsolódni, és eltérő tudásszinttel is rendelkezve hozzányúlni ezekhez a gépekhez. Ennek érdekében hoztuk meg tavaly novemberben azt a bérmegállapodást is, amely a következő 6 évben fogja ennek a munkaerőnek a támogatását, a segítségét megvalósítani. Ugye miről van szó? A szociális partnerekkel megállapodtunk abban, hogy csökkentjük a közterheket, társasági adó szintjét csökkentettük 9%-ra, csökkentettük a szociális hozzájárulási adó mértékét 27-ről 22%-ra ebben az évben, és ezzel párhuzamosan pedig lehetővé tettük azt, hogy a minimálbér és a garantált szakmunkás bér minimumnak az összegének az emelésével egy bérkonvergencia, egy bérfelzárkóztatás induljon el. Tehát egyszerre szeretnénk azt, hogyha a munkaerő, a jobban képzett munkaerő jobban is meg lehetne fizetve, ugyanakkor a másik oldalon a cégnek lehetőséget akarunk arra adni, hogy a felszabaduló forrásaikból vagy beruházásra, vagy pedig a munkaerő megtartására tudjanak költeni. Tehát összefoglalva, a mintagyárak projekt ebbe a sorozatba illik bele, és nagyon bízom benne, hogy az a 2 éves projekt,
ami most indul el, az a reményeink, a becslésünk szerint várt 4-5 ezer olyan kisvállalkozónak tud majd segítséget adni, aki ebbe be szeretne kapcsolódni. Hölgyeim és uraim, természetesen mindennek a vége az, hogy a piacon az árut el kell adni. Tehát bármilyen fejlett technológiával gyárthatunk valamit, és bármilyen jó munkaerő állhat a gépek mellett egyre kevesebb számban, akkor is szükség van arra, hogy a nap végén a kereskedő azt tudja mondani, hogy eladtam valamit. Hát ebben a magyar kormány egy ösztönző és támogató segítséget tud nyújtani. A gazdaság diplomáciai eszközein túl az elmúlt időszakban a támogatási programjainkkal, nagyvállalati beruházási támogatási program, egyedi kormány döntésekkel beruházások segítése, az uniós támogatások koncentrálása a gazdaságfejlesztési célokra, ez volt a kitűzött célunk. A szabályozórendszer átalakítása szintén ezt segíti, és nagyon bízom benne, hogy azok az eszközök, amelyekkel megpróbáljuk segíteni a piacra belépést, nem elsősorban az európai piacokon, mert ott jelen vagyunk, és dominánsan a exportunk 75% ezekre a piacokra megy, de ott, ahol még kevésbé vagyunk jelen, és segítség kell, akár állami segítség is, ezeket meg tudjuk adni. Hölgyeim és uraim, azt kívánom önöknek, hogy a mai nap egy esemény sorozatnak csak egy apró állomásra legyen, még hogyha kezdő állomás is. Nemrégiben voltam itt a Continentalnak ugyanebben a helységében, egy pár hónappal ezelőtt, és akkor is egy olyan programot tudtunk elindítani, ami azóta sikeresen megy. A Continental is bekapcsolódott ebbe. Hát ők most itt házigazdaként szerepelnek, és köszönöm ezt a lehetőséget. Nagyon bízom abban, hogy ezzel a programmal is egy stabil és kiegyensúlyozott gazdasági szerkezetet tudunk létrehozni, amely a következő években tartani tudja a lépést a versenytársakkal, ugyanakkor pedig dominánsan és stabilan tudja biztosítani azt a gazdasági háttért, amely a legfontosabb közösségi céljaink megvalósításához kell. Magyarországon a 21. századi szintű gazdaságfejlesztés programjaival az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Az IFKA foglalkozik. Ügyvezető igazgatójuk dr. Bárdos Krisztina összegezte a mintagyárakhoz kapcsolódó koncepciót. Az volt a célunk, hogy felismerve azt, hogy a technológiai penetráció, a technológiának a gazdaságot átütő erei révén létrejövő új üzleti modellekhez megfelelő gazdasági folyamatokat, iparfejlesztési folyamatokat tudjunk definiálni, elérjük azt, hogy modernebb termelési szerkezet jöjjön létre, és a kis- és középvállalatok magasabb hozzáadott értéket legyenek képesek képviselni. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy az iparban lévő gondolkodásmódot, a jelenleg zajló technológiai folyamatokat gyökeresen megváltoztatjuk, divatos néven ipari paradigmaváltást hozunk létre. A házigazda Continental ügyvezetője dr. Keszter Róbert összefoglalta, hogy a világ sok országában gyárakat működtető cég számára milyen termékeket, megoldásokat állítanak elő Kőbányán. A 230 ezer globális munkavállalónkból 8500-an dolgoznak itt Magyarországon a Continental cégcsoport keretein belül, és ennek a cégcsoportnak az egyik zászlósajója itt a budapesti gyárunk. Ebben a gyárban autóipari elektronikát gyártunk, a jövő autóipari trendjeinek megfelelően. Gyártunk fékvezérlő elektronikákat önjáró autókhoz, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedés biztonságát a következő évtizedekben dramatikusan, drasztikusan tudjuk javítani, és ezzel elkerüljük, hogy halálos balesetek legyenek a közutakon. Gyártunk energiállátáshoz és vezérléshez elektronikákat hibrid és teljesen elektromos autók számára, amelyben Európában egyértelműen vezető szerepet töltünk be itt a budapesti gyárunkkal, és amely hozzájárul ahhoz, hogy a közlekedés a jövőben társadalmilag is fenntartható legyen. És ettől az évtől kezdve gyártunk olyan elektronikákat is, amelyek az autóknak az internethez való csatlakozását biztosítják, és ezáltal növelve a közlekedés komfortját, az utasok komfortját, de javítva a biztonságot is a közutakon. Az, hogy ezt a termékportfóliót tudjuk így gyártani a budapesti gyárban, az elmúlt évek tudatos építkezésének az eredménye, és ezzel biztosítottuk gyárunk fenntarthatóságát termékoldalról. De ez nem elegendő. Szükségünk van üzleti fenntarthatóságra is, és ez Magyarországon különösen fontos, hiszen ahogy miniszter úr is elmondta, célunk az, hogy a munkavállalóinknak az életszínvonalát és a jövedelmét növelni tudjuk, és erre el is vagyunk, ezt el is határoztuk közösen. Ha ezt meg akarjuk tenni, akkor valami mást kell tennünk azért,
hogy a költség oldalon ezt kompenzálni tudjuk. És számunkra ez az ipar 4.0. Tehát ezért foglalkozunk mi ipar 4.0-val, és ezért foglalkozunk hatékony, korszerű gyártástechnológiákkal, hogy a versenyképességünket fent tudjuk tartani, illetve tovább tudjuk javítani, párhuzamosan azzal, hogy munkatársaink életszínvonalának a javításához is hozzájárulunk. A mi jövőképünkben az szerepel, hogy minden ismétlődő, monoton vagy fizikailag nehéz szerelési munkát jövőben robotokkal automatizált módon fogunk végezni, és csak azokat a tevékenységet fogjuk munkatársainkra bízni, ami nehezen vagy gazdaságosan nem automatizálható, nem végezhető el robotokkal. De igaz ez az adminisztrációs feladatainkra is, szeretnénk a jövőben a döntéshozatalt egyre inkább mesterséges intelligenciákra bízni, és minden olyan folyamatot, ami algoritmusokkal leírható, ebbe az irányba terelni. Elindultunk ezen az úton, mert ezt látjuk a hosszú távú fennmaradásunk kulcsának. És ezen az úton egy nagyon fontos mérföldkő az IPA 4.0 mintagyár cím elnyerése. Azért fontos ez, mert ez egy külső megméretetés abban a tekintetben, hogy jó úton járunk-e. Ez egy visszaigazolás a magyar kormány, a minisztérium részéről, hogy igen, jó úton járunk, és egy megerősítés abba az irányba, hogy meg kell sokszoroznunk az erőfeszítéseinket ebbe az irányba, és példaként kell szerepelnünk a magyar kis- és középvállalatok számára, hogy ők is kövessék az utunkat, és ők is hozzájáruljanak ahhoz, hogy Magyarország versenyképessége összességében javuljon. Egy további mintagyár a székesfehérvári Máher ZRT, amelynek elnök vezérigazgatója Máher Endréné. Ő azt foglalta össze, hogyan jutottak odáig, hogy most már másoknak igyekeznek megmutatni, mit is jelent az okos gyár fogalom. A cég kicsiben kezdte a rendszerváltás után. Abban az időben a rendszerváltást követően ennek a néhány főnek semmi mása nem volt, kizárólag a munkaereje. Ma eljutottunk addig, hogy van exportpiacunk, és én azt gondolom, hogy a mai magyar vállalkozói kör, kisvállalkozói körnél elmondhatjuk azt, hogy a vállalkozók már képesek kreatívak lenni, a magyarok különösen. Elmondhatjuk, hogy képesek piacot építeni, ami nagyon fontos, hogy képesek legyenek szervezetet is építeni. A negyedik ipari forradalom mintagyárai tehát nyitva állnak azok előtt, akik saját vállalkozások számára szeretnék hasznosítani a fejlődésben előttük járók tapasztalatait.